Sziasztok! Engedjétek meg, hogy megmutassam nektek, hogy indul egy átlagos napom. Először is bemutatnám egy örök és hűséges barátomat, ő pedig nem más, mint a... Törölköző! Bizony, enélkül egy tapottat sem megyek sehova, és ennek egyetlen egy oka van, méghozzá az, hogy általában Hollandiában mindig esik valami. De ha éppen nem esik semmi, reggelre akkor is vizes lesz a bicikli ülése, amit ugye le kell törölni. Úgyhogy gyerünk! Nem tudom, hogy a hollandok hogy csinálják, szerintem ők simán ráülnek a vizes nyeregre, de nekem ez annyira nem adja magát, úgyhogy inkább szépen megtörölgetem. Így, ni. Kész is. Indulhatunk. Órák kérdése és a zárat is le tudom varázsolni valahogy a bicikliről. Irány a város. Nem feltétlenül én vagyok az, aki biciklire született. De mindegy. Most, hogy lepattantam a vasparipáról, elárulom nektek a mai menüt. Közelökhejt és kópáfon. A kópáfon nem más, mint a késő esti vásárlás. A hollandok egyik kedvelt hobbija a shoppingolás, ami annyit jelent, hogy minden héten csütörtökön az üzletek sokáig nyitva tartanak. De igazából ennek történelmi oka van, hiszen az 50-es években nagyon sok ember csütörtökönként kapta meg a fizetését, és úgy gondolták a kereskedők, hogy micsoda nagy buli, hogyha még aznap el is költik a megkeresett pénzüket az emberek, és ez így is történt. Ami érdekes itt Hollandiában, hogy a klasszikus értelemben vett plázák nem léteznek. Mármint, hogy vannak olyan helyek, amik hasonlítanak a plázákra, de nincsen kebabos a földszinten, tehát csak nyomokban hasonlít az általunk ismert plázákhoz. Az emberek egyik kisboltból a másikba betérnek, és őrületes nagyokat vásárolnak. Nyilván szeretik az akciósat, az a legjobb, hogyha van akció, de általában egyébként van, úgyhogy nincs ezzel semmi probléma. Nagyon védik a saját márkáikat, üzleteiket. Tehát például hiába az Európai Unió része Hollandia, itt biztos, hogy nem találsz se Rossmann, se DM-et, hanem a saját üzletüket futtatják, konkrétan az egyik ilyen a Kreutzwald, a másik pedig az Ethos. Ez az Ethos, ami szerintem egy ilyen normálisabb illatszerű üzlet. Általában az emberek itt veszik meg az orvosságokat, vitaminokat, mármint ami nem vényköteles. Na, így néz ki körülbelül. Természetesen itt is állandó akciók vannak. Ez még ilyen viszonylag rendezettebb. De így hatásra nem olyan, mint egy DM vagy egy Rossmann. Ez pedig a Kreutzwald, ami szintén egy holland illatszer láncolat, egy holland illatszerbolt. Hát megmutatom nektek, mint egy ilyen bálásbutik. Nem tudom, már eleve az antré, nem az igazi. De ez az a hely, ahol egyszerűen nem tudok eligazodni. Össze-vissza mindenhol minden. Itt rögtön a ruhafehérítő mellett cukorka. Most pedig nézzük meg, hogy milyen akciók és érdekességek vannak a Jumbo-ban, ami természetesen egy holland szupermarket láncolat. Irány a bolt! Két doboz eper, 6 euró. Ebben a pillanatban. Simi kedvenc gyümölcsem. És nincs olyan üzlet, ahol ne tudnál saját friss narancslevet facsarni. Nagy hagyománya van annak, hogy a sajtot mindenféle szószba belemártják. Ez például egy mustáros szósz, és most akcióban 1 euró. Fahéjas körtés szósz, nagyon finom, szintén 1 euró. Ez is egy ilyen sajtmártogató, ez egy ilyen fügés cucc, ez azért ez egy már komolyabb kategória. Ez 2,85 €. A hollandok nagyon szeretik a snackeket, mindenféle snack van.
minden egyes alkalommal ez a tábla itt kint van, ami annyit jelent, hogy 3 darab tapaszt tudsz választani, 3 darab ilyen kis snacket, és ez 5 euróba kerül. Itt nagyon népszerű például, hogyha barbecue-znak az emberek, sütögetnek kint a kertben, akkor ilyen illatosított fával sütik meg a húsokat, ez például whiskyvel van átitatva, és akkor egy kicsit a húsnak is más íze lesz. Biztos klassz lehet. Még tart a spárga szezon, most 1/2 kiló itt a boltban 3,99, de szerintem azért lehet ennél olcsóbban is venni. Amit nagyon szeretek itt, hogy itt tényleg mindent konyha készen megvehetsz. Természetesen, ha szeretsz krumplit pucolni, akkor nem kell, de így is elérhető. Mert látjátok, mindenféle fajta krumpli, és annyi csak a dolgot, hogy megfőzd. És hát a kedvencem az a hagyma. Figyeljetek, hogy én ezzel állandóan annyit gecsoltam, de itt benyúlsz a hűtőbe, kiveszed és kész. Tényleg nagyon praktikus dolog, mert hogy lerövidíti a főzési időt. Ami érdekes, hogyha darált húst akarsz venni, akkor nagyon-nagyon ritkán lehet csak disznóból darált húst kapni. Általában vegyesen csinálják, tehát marha és sertés keveréke. Gyengébe kedvéért még ráírják azt is, hogy ez például rántott húsnak való húsi. És íme a panírozott változat. Itt van a Wiener Schnitzel, mondjuk. Ez akkor volt Wiener Schnitzel, amikor én bolgár kiskertész. Nézzétek, hogy milyen vastag. Ember nem eszik ilyen vastagon rántott húst. Ami szerintem tök jó, hogy így fél tortákat is lehet venni, tehát nem feltétlenül kell egy egészet megvenned, vagy hogyha többféle ízt ki akarsz próbálni, akkor is ez tök praktikus. És ezek hiába nagy üzemi torták, isteni finom az ízük, tényleg nagyon jó. Hollandiában elég komolyan veszik az apák napját, és már most lehet kapni mindenféle ajándékcsomagot a legjobb apukáknak. De hát 15 euróért kap egy kis chipset a papa, meg söröket, meg egy szép poharat. Szerintem ez jó. Van kevésbé guszta csomag és egy kis virsli, ezt nem is értem. És ez a 12,50-es, ez a legjobb. Doboz is van hozzá. Azt hiszem megvan Peti ajándéka. És a híres, nevezetes Max Verstappennel is lehet a boltban fotózkodni, már ha ide rakod a fejecskédet mellé, de most ezt lehet, hogy kihagyom. Hallo Max, hoe gaat het? Alles goed? Ja, prima. Ja, goed. Tot ziens, du! A Hörselöckheit tulajdonképpen egy életérzés, annyit jelent, hogy meghítség. Gőzölgő forró csoki az asztalon, pattogó tűz a kandalóban. Tulajdonképpen ez a hollandok mottója, amitől ők boldogok. Egyébként rengeteg felmérés szerint a holland gyerekek a világ legboldogabb gyerekei. Először megmutatok egy ilyen tipikus holland játszóteret. Ezt elnézve mondjuk azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez a boldogságuk alapja. Igen, csak puritán, csak úgy, mint a hollandok, tehát igazából nagyon sok mindent nem találsz egy tipikus játszótéren. Hinta, csúszda, mászóka és egy libikóka. Mondom én, hogy nem a játszóterek miatt boldogok a holland gyerekek, de vajon mi lehet a titok? Ezt kéne megfejteni végre. Nézd meg, itt meg foci van. Azt a mindenit. Na, hát ezért olyan boldogok a hollandok. Mindjárt leszakad az ég, de ők vidáman sportolnak a szabadban. Képzeljétek el, hogy a holland anyukák 68%-a csak részmunkaidőben dolgozik. Egyébként Európában a hollandok dolgoznak a legkevesebbet, a férfiak átlagosan heti 36 órát, a nők pedig 26 órát. Elterjedt gyakorlat, hogy az apukák 4 napot dolgoznak egy héten, és a fennmaradó 1 napot pedig a gyerekkel vagy a gyerekekkel töltik. Ez az úgynevezett apanap. A holland gyerekek nagyon szeretnek iskolába járni, mert hogy nem nagyon stresszelik őket. Általában nincs házi feladat, vagy hogyha van, akkor is kevés, így hát egy csomó idő marad a játékra.
A gyerekek elég nagy szabadságban élnek, már 5 éves korukban egy csomó gyerek biciklivel, felügyelet nélkül megy iskolába, és suli után pedig simán játszhatnak az utcán vagy a parkokban. Mondjuk azért ehhez kell egy társadalom is, csökkent ugye az autók száma az utakon, így hát a közlekedés is sokkal biztonságosabb lett. A hollandok úgy tartják, mint ahogy a finnek és a norvégok, hogy nincs rossz idő, csak rossz öltözet. Mit jelent ez nekünk? Annyit jelent, hogy ha tehetik, akkor ők mindig a szabadban vannak. Bicikliznek, túráznak, kirándulnak, sétálnak. A lényeg, hogy a levegőn legyenek. Úgyhogy a holland gyerekek, ha esik az eső, simán kint játszanak az utcán. Ami egy holland család számára rettenetesen fontos, hogy a vacsorát minden körülmények között együtt fogyasszák el. Na nem azért, mert háromfogásos őrületmenüt esznek, hanem azért, hogy beszélgessenek. Mert hogy ezek a vacsorák leginkább a beszélgetésekről szólnak, arról, hogy a kötelék egyre szorosabb legyen a gyerek, illetve a szülők között. És ami a hollandok szerint szintén fontos, hogy a gyerek boldog legyen, az az, hogy ne vegyünk neki drága ajándékokat, drága játékokat. Mahelyezi hirtelen gyerekek, ennyi jutott az eszembe, nagyjából ezek az irányelvek, amiket a hollandok követnek. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, remélem, hogy hamarosan újra találkozunk, én biztos, hogy hamarosan ismét itt leszek. Ha pedig még nem iratkoztatok fel a YouTube csatornámra, elnye-belnye, akkor ezt gyorsan tegyétek meg, pótoljátok a hiányzást. Köszönöm, vigyázzatok magatokra, puszi és csók a családnak!